Minden évben összegyűlnek a vadászok egy rendezvény keretében, ahol közös sikereiket és történeteiket osztatják meg egymással. Az eseményről Börcsök Zoltán beszélt. Azt mondanám, hogy 16 év vadgazdálkodási munkánkat, mert 16 éve vadgazdálkodunk itt már, ha jól mondom, ezen a területen, és hát itt az eredmény az magáért beszél, tehát én azt mondom mindig, hogy érdemes foglalkozni a vaddal, és tehát nem az a cél, hogy minden áron elejteni a vadat, hanem először is hogy megélik azt a kort, amiben hogy golyóérettek legyenek, és hát az itt most ez az eredmény is magáért beszél. A rendezvényen megtekintetik az elejtett vadak trófáit. A vadászat szépségéről is szót ejtett Gyenei Ferenc. Hogy a vadászatnak meglássák néha a szépségét is, és ne csak azt találjuk meg benne, hogy tulajdonképpen miért is nem kellene vadászni. Megpróbáljuk megadni azt a tiszteletet ennek a vadnak, hogy a mi kis szórakozásunkért tulajdonképpen ő az életét is áldozta. Úgyhogy ez a trófeaszemre van itt, ezt a trófeaszemlét mutatjuk itt be. Megpróbáljuk olyan környezetben megtenni, ami tényleg méltó arra, hogy ezeket a csodálatos állatokat, vagy azoknak a trófeit bemutassuk. Az eseményhez a szép idő is hozzájárult. A rendezvényt vadételekből készült ebéddel zárták.